Szervusztok! Itt vagyunk a Danutrak Hunyadi János úti telepén Budapesten, és az Iveco déliben csinálunk egy kis városnézést. Megtehetjük, mert ez egy akkora dög, hogy bőségesen egy fél város bele lehetne pakolni. 3,5 tonnától 7,5 tonnáig, 7 köbmétertől nagyjából 20 köbméterig minden verzió megtalálható benne. Egyébként pedig a klasszikus, masszív létrealváz az alap, erre építkezik nagyon sok színes aprósággal. Kezdjük akkor a városnézést. Induljon akkor a városnézés, az első és legfontosabb pozíció, már aki vezeti, annak itt íme a vezetőülés és társai. Rugózott, súlyra állítható vezetőülés, 130 kilóig abszolút optimális, de a 70 kilós is kényelmesen érzi magát benne. A DAB rádió középen figyel, mellette pedig az a kis kar, az bizony egy automata CTF váltó, 8 gangos, és nem sokára meglátjuk egy próbakör kapcsán, hogy milyen praktikumai vannak ennek a 8 gangos váltónak. Amúgy pedig következik az, amiért nagyon szeretjük ezt az autót, a raktér. És akkor most jön a java. Ez itt kérem szépen a Hodály. Íme. Ez a cucc gyakorlatilag 16 köbméter jelen pillanatban, de van ebből még 20 köbméteres is, és kényelmesen föl lehet benne állni. Lehet sétálgatni jobbra-balra, ez a városnézés része a dolognak, és ha nem pakoljuk meg jobban, mint 3,5 tonna, akkor még B-kategóriás jogsival is vezethető. És itt a főbejárat, ahol most kijövünk, gyakorlatilag ez egy 1,90 m-es cucc, akárhogy is nézzük, kényelmesen beférünk ide, ebbe akár, nem is tudom, de 16 köbméter biztos pakolható, meg egy-két érdekesség, ezt mindenkire rábízom, ki mit szeretne a későbbiekben. Egy picit, ha meglódítom a fantáziámat, akkor egyrészt az ajtót is meglódítom, mert ez 270 fokra kinyitható, másrészt elképzelek bele egy 180 centi széles francia ágyat, és aztán a többit rátok bízom, de most ajtó becsuk. Egyik, másik, és motor beindít. Na hát akkor nézzük, mitől ez a berendezés. Gyakorlatilag, ha minden igaz, hogy egy kicsit jobban lássunk, föltesszük a napszemüveget. Van egy elképesztő jó kis rugózása, de azért van itt egy létrealváz, ami jó mereven tartja az autót. Nagyon jó. Az automatához hozzá sem kell nyúlni, gyönyörűen mocorog előre. Hát ez elképesztő. Rugózik az ülés, le, föl, hibátlan. Hát erre vártunk, és közben szól a zene. Kikapcsoltuk a zenét is. Ő is mindent tud. Nagy távolságokra nem futunk, de megnézzünk még egy jó kátyút. Szóval nagyjából ilyen belülről, mintha egy kamionba ülne az ember, kényelmesen, nyugodtan, abszolút személyautós komforttal. Itt vagyunk tehát, beltér, ami nagyon fontos. Rövid kezűeknek kicsit kijebb kell húzni a kormányt. Lehúzzuk D betűbe, kitesszük az indexet, és megyünk. Egyébként 90 kilóra van állítva az ülés, hát gyakorlatilag mintha egy kamiont vezetnénk, kényelmesen, ügyesen, gyorsan. Megnézzük, ki engednek ebbe a kisorolóba, egy-két trükköt azért meg kell még itt találni. És hagyd szóljon, na gyorsunk, beleszorul az ember az ülésbe, elindul a Forma 1-es járgány, és elképesztő tempóval tud menni, csatorna fedél abszolválva. Egészen jól bírja ez a létrealváz, nagyon szépen egybe van, nem nyeklik, nyaklik, nem tekeredik. Ez isteni, tényleg. És ne feledjük el, a 180 centis francia ágy befér a hátuljába, hát hiszen ez az egésznek az oka egy picit. Na nézzük meg, hogy hogyan lehet manőverezni nagyon sok autó között ezzel az irgalmatlan nagy járművel. Elfordulunk szépen jobbra, az ülés dolgozik, kormány kézre esik. Nem bántjuk ezt a szép kocsit itt, ezeket se, mert a felirat azért kicsit izgalmas rajtuk. Átestünk ezen is, lejöttünk, megvan, kicsit nagyobb távtartás, megy a kormány hibátlanul, jobbra-balra, ahova szükséges. És megérkezvén egy erős féket nyomunk. Nulla. Kézifék behúz, és hibátlan.